Szóval hogyan kell ezt csinálni? Megint csak úgy a legjobb csinálni, hogy a lehető legkevésbé csinálod. Nevezetesen, hogy szépen felnőtt-felnőtt beszélgetésben röviden tisztázzátok, hogy a melyik napszakban, a hét melyik napján, rendszeresen mikor vagytok együtt örömben az unokákkal. Hogyha ez úgy van, hogy te viszed a zenei foglalkozásra, meg te hozod el onnan, akkor úgy jó. Hogyha azt mondják, hogy szombatonként, amikor az anyja kialussza magát, az apja meg elmegy a negyedik diplomáját szerzendő kosármeccsre, akkor úgy. A lényeg az az, hogy ez egy nagyon kis egyeztetéssel kialakult szokásrend legyen, mert hiszen az is nagyon növeli a bizalmat, amilyen szokássá alakult. Nézd meg, mennyire identitásod az, ahogy a reggeli italodat megiszod. Pedig egy egyszerű szokás. Lehet, hogy holnap átválthatsz egy másikra, de mégis a szokás az identitássá változik. És a szokás az nagy bizalom növelő dolog. És most neked arról van igazán szó, hogy ezekkel a kis bizalom erősítő kis taktikákkal, ezekkel majd igazán tudjál családot építeni az unokákra. Hogy legyen egy olyan jövőképet, hogy ő veled nagyobb élményeket és rendszeresen él át. De most még csak órákról, délelőttökről, vagy éppen délutánokról van szó. Az is, mert nagyon fontos, hogy melyik napszakban adják oda, az változó unokánként, vagy változó gyerekenként. És a te megbízhatóságod, az pedig ugyancsak nem függhet a te éppen aktuális egészségi állapotodtól, vagy ilyesmitől. Hát persze, idősebb vagy, hát van bajod, fáj a lábad, vagy a derekad, vagy kell fogolvoshoz menni, máskor menjél.